Sherlock Holmes kalandjai. Botrány Csehországban. Ne mozdulj! Nézze, mi csak... De asszonyom! Zárja be az ablakot! Sherlock Holmes számára ő jelentette a nőt, a gyönyörű, talányos és képes emlékű Irene Adler. Az Irene Adler ügy idején Holmes és én néhány éve már közösen béreltünk egy lakást a Baker Street-en. Magánorvosként praktizáltam, és olykor több napra is vidékre kellett utaznom. Távollétaimről hazatérve rendszerint mély rosszallással tapasztaltam, hogy Holmes visszatért káros szokásaihoz. Jó estét, Mrs. Hudson. Jaj, doktor Watson, még látni is rossz. Maga bőrigázott. Ami nem is csoda, 20 percet kellett várnom a zuhogó esőben, míg jött egy kocsi. A régi sebesülésének sem tesz jót, ha átázik, doktor. Igen, tudom. Ezt a felöltőt meg a kalapot ki akasztom záradni. Mrs. Hudson, egész nap nem ettem. Remélem, ma korán lesz vacsora. Azt alig hiszem. Nem tudom, mi van Mr. Holmes-szal, de nagyon különös. Nem tálalhatok, amíg ő nem szól. Ez az utasítás. Köszönöm, Mrs. Hudson. Kedves Holmes! A ma esti program? Morfium? Vagy kokain? Nos, én a 7%-os kokain oldatot ajánlanám. De tán kipróbálna? Én ugyan nem. Nem mint a barátja, hanem mint orvos kérdezem. Hogy teheti ki ilyen beszélynek?
kiváló képességeit, melyekkel az úr felruházta. Ez élesíti és serkenti az elmémet. Igen, és el is pusztítja mellékesen. A fő ellensége a semmittevés. Adjon problémákat, adjon munkát, a leghomályosabb titkos írást, a legkuszább feladványt, és már is elememben leszek. Akkor lemondok az ilyen serkentőkről. Irtózom a létezés unalmától. Vágyom a szellemi izgalomra. Ezért választottam ezt a hivatást, illetve alkottam meg, hiszen egyedül gyakorlom. Az egyetlen nem hivatásos detektív. Nem hivatásos tanácsadó detektív. Az esetek nem érdekelnek. Csak a munka az élvezet, hogy teret adhatok rendkívüli képességeimnek, ez az én jutalmam. Becsukhatja a fiókot. Téves volt a diagnózis a doktor. Az én serkentőszerem itt van. Kellemes volt vidéki utazásom? Az étvágyamnak jót tett. Nem csöngette már a vacsoráért. Ez micsoda? Átöltözöm, látogatót várok. A reggeli postával jött. Várom az észrevételeit. Nos, de nincs rajta keltezés sem, aláírás sem, cím. Jó, olvassa föl. Kedves Mr. Holmes, ma este egy úr 3:48-kor fölkeresi, hogy mindjárt 3:48. Folytassa. Fölkeresi, hogy egy igen nagy horderejű ügyben konzultáljon önnel. A közelmúltban az egyik európai uralkodóháznak tett szolgálatai megmutatták, hogy bizalommal lehetünk önhöz a mi ügyünkben is, melynek jelentősége felmérhetetlen. Megbízhatóságában másfelől is meggyőződtetvén számítunk segítségére. Micsoda titokzatosság, ön érti, mit jelent ez? Nem, még nem ismerem a tényeket. Hiba lenne feltevésekbe bocsátkoznom, de a levélből ön mire következtett? Ezt férfi írta. Jó. Jó módú lehet, mert ez drága levélpapír, szokatlanul vastag is erős. Szokatlanul, ez a megfelelő szó rá, mert ez nem angol levélpapír. Tartsa a fény elé. Aha, nagy E, kis G, nagy P és G, meg egy kis T látszik benne. És ez mi lehet? Talán a vízjel. Nagyszerű, Watson. Jöjjön velem. Nézzünk utána az európai helyiség névtárban. A szivarjai, amit látja, gondoltam magára. Ó, oh, Holmes. Iszik egy korty viszkit? Később, ha már ettem. A PGT egy rövidítés, a Papírgesellschaft, ami németül papírgyárat jelent, és az EG, Eglan, Eglonitz, Egria, német ajkú kisváros Csehországban, üvegtermékeiről és papírmalmairól nevezetes. Csehország? A cseh királyság? A levél írója is német. Nézze, megbízhatóságában meggyőzettetvén, csak egy német bánat ilyen otrobán az igékkel. Á, tehát egy csehországi németet várunk. Két lovas hintó, elegáns kis fogat. Pénz minden esetre van az ügyben. Holmes, a látogatója nyilván nem engem akar látni. Maradjon, doktor, ne menjen el! Hová lennék az én Buzzwellem nélkül? De ez azt hiszem bizalmas ügy. Szükségem van önre, talán neki is. Üljön le a karosszékbe, és nagyon figyeljen. Már jön is! De nem törhet rá csak így Mr. Holmesra. Nem fogad senkit bejelentés nélkül. Ó, sajnálom, Mr. Holmes. Nem tudtam megakadályozni. Nincs semmi baj, Mrs. Hudson.
Ha volna szíves magunkra hagyni, és becsukni az ajtót. Köszönöm. Megkapta a levelet? Igen, foglaljon helyet. Barátom és munkatársam, dr. Watson, aki alkalmanként segít az ügyeim megoldásában. Üdvözlöm. Kit tisztelhetek önben? Szólítson von Kramp grófnak. Cseh nemes vagyok. Szeretnék négy szem közt tárgyalni önnel. Kettőnkkel kell. Barátom úriember a jelenlétében is mindent közölhet. Jó, az ön becsület szavára elhiszem, hogy becsületes és diszkrét ember. Ám mindkettőjüket a legszigorúbb titoktartásra kötelezem e naptól fogva 2 évig. S miért? Az ügynek akkor már nem lesz jelentősége. Jelenleg azonban súlyos kihatással lehet az európai történelemre. Szavamat adom. És én is. Elnézést, maszkért. A fenséges személy a megbízóm óhaja, hogy őrizzem meg inkognitómat. Azt is bevallom, hogy a név és a rang, amit mondtam, nem a sajátom. Tisztában voltam vele. Fölöttébb kényes helyzetben vagyunk. Mindent el kell követnünk, hogy elejét vegyük egy példátlan botránynak, amely súlyosan kompromitálhatja Európa egyik királyi családját. Tudják meg hát. Az ügy az Ormstein házat érinti, illetve a cseh trón várományosát. Ezzel is tisztában voltam, fenség. Oh. Tehát tudta. Én vagyok a király. Nem érdemes tovább titkolni. Valóban. Fenséged még meg sem szólalt, amikor már tudtam, hogy a látogatom Wilhelm Gottstreich, Sigismund von Ormstein, Kassel-Falstein nagyhercege, a cseh trón várományosa, és mellesleg Európa legkiválóbb kardvívója, 4 párbaj győztese. Lenyűgöző. Hát persze. A tények. Csak röviden. Ah. Úgy 10 évvel ezelőtt hosszabb időt töltöttem Varsóban, ahol kapcsolatba kerültem egy kalandornővel. Irene Adlerrel. A neve bizonyára ismerős. Volna szíves utána nézni a nyilvántartásomban, Watson? Nos. Mindebből arra következtetek, hogy fenséged bizalmas leveleket írt a hölgynek, amelyek kompromittálhatják, ezért szeretné őket visszakapni. Pontosan így van. De honnan tudja ezt? Ebeneri, olasz vezérkar, Edison, Adler, Irene, született New Jersey-ben 1858-ban. New Jersey, lássuk csak, énekesnő, kontraltó, játszott a Scalában, Szentpétervárott és Varsóban. Visszavonult a színpadtól, most Londonban él, csak alkalmi fellépéseket vállal. Igen, ő az a hölgy. Titokban házasságot is kötöttek?
Nem. Tett erre vonatkozólag ígéretet írásban? Nem. Akkor nem értem fenségedet, még ha ez a személy nyilvánosságra is hozná a leveleit zsarolási vagy egyéb szándékkal, mi bizonyítaná a hitelességüket? A saját kézírásom. Az utánozható. De a saját levélpapíromon. Ellopták. A pecsétem. Hamisítvány. A fotográfián. Vették. De ő is rajta van a fotográfián. Ez már valóban baj. Fenséged részéről ez igen könnyelmű cselekedet volt. Olyan gyönyörű volt. Elbűvölő, okos és merész. Még csupán királyi herceg voltam. És fiatal. Most is csak 30 éves vagyok. Feltételezem, fenséged már megkísérelte visszaszerezni a képet. Megpróbáltuk, de hiába. Akkor fizessen érte, vásárolja meg. Nem adja el. Lopják el? Már 5-ször megkísérelték. 2-szer felbérelt rablókat küldtem a házába. Egyszer elloptuk az utipoggyászát. 2-szer az utcán támadták meg. De a képnek nyoma se volt. Ön nevet? Ez komoly ügy. Igen, igen, az kétségkívül, igen. De mi a hölgy célja a fotográfiával, ha a pénz nem kell neki? Tönkretenni. Hogyan? Házasság előtt állok. Igen, hallottam. A menyasszonyom Clotilde Lothman von Sachs-Meningen hercegnő Svédország királyának második leánya. Igen, előnyös, Frigy. Pontosan. De a családnak szigorú elvei vannak. A menyasszonyom maga a tisztaság. Egy erkölcsi folt az életemben mindent tönkre tehet. És Irene Adler? Azzal fenyeget, hogy elküldi nekik a fotográfiát. Szilárd lelkű asszony. A szépsége felülmúlja bármely asszonyét, az elszántsága pedig bármely férfiét. És nincs az a határ, amit ne lépne át, ha meg akarja akadályozni a házasságomat. Fenség! Miért ellenzi ezt annyira a hölgy? Egyszer csevegtünk a házasságról. De nem értette meg, hogy ez lehetetlen. És bizonyos, hogy még nem küldte el a fotográfiát. Ez bizonyos. Miért? Lehet, hogy már postára is adta. Mert azt mondta, hogy azon a napon küldi el, amelyen az eljegyzésünket hivatalosan bejelentjük. És ez a jövő hétfőn lesz. És pénteken el kell hagynom Londont, hogy ott lehessek a szertartáson.
Ó, akkor még van 3 napunk. Ez szerencse, mivel egyéb ügyeken is dolgoznom kell. Hol kereshetem fenségedet Londonban? A Langham Hotelben. De von Kram néven, ne feledje. Hogyne, akkor most a kiadásokról. Ez 300 font aranyban. Ez pedig 700 bankjegyekben. És végül kérném Miss Adler címét. Jó étfenség, hamarosan jó hírrel szolgálunk. Vacsorázhatnánk a Románoszban, de csak 3 napunk van péntekig. Addig ezt be kell fejeznem. Csajkovszki a saját művét vezényli aznap a St. James Hallban. Addig le kell zárnom az ügyet. Tessék! Kedves Watsonom, magam kívánok lenni, de ön éhes. Igen. Mrs. Hudson felvisz majd egy szendvicset. Szendvics? Erről az ügyről holnap délutánig nincs mit beszélnünk. Jó éjszakát! Jobb, mint dolgozni, mi? Micsoda? Bámulni. Szívesen cserélnék veled. Nincs állásod, igaz? 8 hete. Pedig én értek a lovakhoz. Ó, igen. Itt segíthetsz, ha akarsz. Megnézem, mit tudsz. Jól van. Egy pofa sörért. Ezért nincs állásod. Csutakold le. Hadd lássam, értesz-e hozzá. Néhány óra alatt, amit a kocsisok és lovászok társaságában töltöttem, megtudtam, hogy Irene Adler minden környékbeli férfi fejét elcsavarta. Ő a legszédületesebb jelenség, amit valaha is láttak. Ez az általános vélemény a Serpentine Mew lovászai között. Alig látni. Este 5-kor kikocsizik, pontban 7-kor vacsorára visszatér. Egyébként csak akkor megy el, ha fellép. Egyetlen férfit fogad csak. De őt annál gyakrabban. Minden nap fölkeresi, olykor 2-szer is. A neve Mr. Godfrey Norton, londoni jogász. Látja, milyen hasznos bírni a kocsisok bizalmát? Mr. Godfrey Norton, tehát jogász. Ez fontos lehet. Döntően, talán. Miért egy gyakori látogatások? A hölgy az ügyfele, a barátja vagy a szeretője? Ha az ügyvédje,
Talán ő őrzi a fotográfiát a páncélszekrényében, ám ha a szeretője, valószínűleg a létezéséről sem tud. Míg ezt halogattam, a hölgy énekelni kezdett. Angyali szépségű a hangja, Watson. És ekkor a meglepő események olyan sora indult meg, ami engem is magával ragadott. Először is megérkezett egy fiatalember, akit Godfrey Nortonnak véltem. Várjon meg, kérem! Szóljon a kocsisnak, álljon elő! Hajtson, ahogy csak tud. Szent Mónika templom, Medjugorje Road. Oda kell érnem 5 perccel délelőtt, vagyis 20 perc alatt. Félgin üti a markát. Gyönyörű az az asszony, Watson. Olyan az arca, amiért egy férfi meg tudna halni. Meghalni egy szép női arcért? Ön nem szokott így beszélni, Holmes? Ez csupán egy metafora volt. Már azon voltam, hogy fölkapaszkodom a hintójára, amikor az utca végén feltűnt egy konflis. A kocsis elég görbén nézett rám, de beugrottam, nem volt ideje tiltakozni. Megcsillantottam előtte egy aranyat, és neki ígértem, ha 20 perc alatt elvisz a Szent Mónika templomba, és nem hinném, hogy valaha is ültem ilyen gyors konflisban. De ők értek oda előbb. Nagyon sajnálom, Mr. Norton, de... Az ég szerelmére mindjárt dél van. Márpedig a törvény szerint ez a legkésőbb idő. Bár van. Itt lennének a kocsisok, de nem akartam, hogy tudjanak erről. Hát elküldtem őket egy italra. Ó, az úristenit. Godfrey. Maga, jöjjön ide, jó ember! Igen. Magának szóltam. Ha nem sietünk, nem lesz törvényes. Jöjjön már, jöjjön! Fogja meg. Tudja, mi a dolga. Nem kérem ingyen. Megvan a tanú. Megtarthatjuk a szertartást. Testvéreim, azért gyűltünk ma itt össze Isten színe előtt,
hogy egyesítsük e férfiút és e nőt a szent házasságban, abban a tiszteletre méltó állapotban, amelyet az Úr rendelt. Iréne. Engedtem, hogy meggyőzzön, kedvesem. Most kérem, hagyja, hogy én győzzem meg magát. Holnap újra látom. A lehető leghamarabb. Szeretlek. John! Hé, maga! Jöjjön csak, jó ember! Jöjjön ide! Godfrey, majd én. Uram, szeretném megköszönni az ön csodás megjelenését a legmegfelelőbb időben. Milyen szerencse, hogy még nem ment el. Nem sietek sehová. Remélem, elfogadja. Nem borra való értettem. Nem is az. Nevezzük inkább egy kis emléknek. És átadott egy aranyat. Itt van. Micsoda rendkívüli fordulat, Holmes. Az óraláncomon fogom viselni e furcsa eset emlékére. És hogyan tovább? Ezen tűnődtem én is a szertartás alatt, mert ha azonnal elutaznak, haladéktalanul és energikusan cselekednem kell a célunk érdekében, ám a férfi az irodájába ment. A hölgy pedig hazakocsizott. Ez pedig elég időt ad nekünk. Mire? Doktor, számíthatok barátságára és éles eszére? Rendelkezzék velem. De törvényszegésre kérem. Vállalom. Akár a letartóztatást is? A jó ügy érdekében. A mi ügyünk az? Úgy az öné vagyok. Nagyszerű. Hey, kocsis! A kérdés az, hogy Holmes, az ön átváltozó képessége valóban figyelemre méltó. Hogy miként találjuk meg azt, amiért kétszer már átkutatták a házat? Csak hogy ő okosabb volt náluk. Ez egy rendkívüli asszony. De azok tapasztalt betörők voltak. De nem tudták, hol keressék. És maga tudja? Én nem keresem. Ha nem? Kivárom, hogy megmutassa. Arra nem lesz hajlandó. Kénytelen lesz. Közeledünk a tett színhelyéhez. Innen gyalog megyünk tovább. Mindent megjegyzett. Amikor fölemeli a kezét, cselekszem. Akkor 10 perc múlva találkozunk. Már jön is.
De parancsoljon, asszonyom! Én voltam itt előbb. Én nyitottam ki az ajtót. Nem, ez nem igaz, asszonyom, én! Na, tisztuljatok innen! Mert? Az egyféle szolgálat törvényes pénzkereseti forrás, irigylet tőlünk! Megfosztanád őket attól a pár garastól? Engedjenek, kérem! Maguk ott! Hagyják a kocsisomat! Kiveszed a számból a kenyeret? Még a fogaidat is, hogyha kell! Ne, kérem, nyugalom, uraim, könyörgöm, adják abba! Kérem, minden jó ez? Na, ennél kérem, asszonyom, ne félj, megvédem önt! Hagyja abba, kérem, maga is hallja, abba hagyni! Vissza! Mit csináltak? Ez meghott! Pucoljunk, cimbora, ebből baj lesz! Még lélegzik, de súlyosan megsérült. Sajnálom, asszonyom. Nem tehet róla. Súlyos a sebe? Látszólag csak horzsolás, de mindenképp el kell látni, gyorsan. Nem feked az utcán. Hozzák a házamba. Magához tért. Hála az égnek. Ön bátor ember. Hozzá csak Villárd. Nem. Hagyja. Majd én ellátom ezt a derékembert. Uram, felén fordulna. Ez nem való egy hölgy személynek. Erősek az idegeim, kedves barátom. De nem engedhetem meg. Köszönöm. Egy kötést. Ha óhajtja. Mi van? Kisérjük, jól most! Legyen, öntlácsik, még nem lépett. Örülök, hogy nem súlyos a sérülése. Valóban nem mélyesebb, csak a megrázkódtatás. Nagyon különös. Asszonyom? Milyen tömeg van ebben a csendes kis utcában? Ez egy bűnbanda. Arra készültek, hogy kirabolják önt. Ennyi ember az én erszényem miatt. Ó, nem, barátom, nem érné meg. Hivatáson folytán gyakran járok szegények, sőt, bűnöző elemek között. Ismerem őket, nézze csak meg! Kíváncsiság, oly visszatetsző, de sajnálatos módon általános. Bocsánat, attól tartok, elájulok. Kérem, friss levegőt. Villárd, az ablakot. Egy kis vizet. Kaphatnék a repülős, ha asszonyom. Asszonyom!
Asszonyom, mintha füstszagot éreznék. Hogyan? Tűz van! Tűz van! Asszonyom, siessen kérem! Én kiviszem az urat! Nem kapok levegőt! Levegőt! Levegő! Nincs is űz! Félrevezettek! Nézze! Füstbomba! Mondja meg nekik! Mondja meg! Mondja! Baklárma volt! Nincs tűz! Ne hívják a tűzoltókat! Nem kell! Mi ez itt? Egy füstbomba, asszonyom, amit a vízvezeték szerelők használnak. Bedugják a csőbe, és a füst szivárgása jelzi, hol lyukas a vezeték. Nem, köszönöm, már elmúlt. Jól vagyok. Azt mondta, félrevezetés. Ki akart engem félrevezetni? Hát ez a banda, asszonyom. Már biztonságban vagyok, akkor miért? Bosszúból. Hogy? Bosszú? Van ilyen hitvány ember? Igen, vannak olyanok, asszonyom, akiknek az, hogy bosszút állnak, elégtétel. Én nem ismerem ezt az érzést. Ebben biztos vagyok. Már sokkal jobban érzem magam. Nem is zavarom tovább. Maradjon még, egy italra csak. De a híveim várnak rám. A kocsison majd elviszi oda. Nem, a séta, a friss levegő jót tesz nekem. Árulja el, mi a neve és a címe? Hogy tudjam, hogy kinek legyek hálás. Ó, én csak az Úr alázatos szolgája vagyok. Az ő gondviseléséért legyen hálás. Jó éjt! Jó éjt! Indulhat. Nagyszerűen csinálta, doktor. Megszerezte a fotográfiát? Nem, de tudom, hol van. Hogy találta meg? Megmutatta, ahogy mondtam. Csak hogy továbbra is az ő birtokában van, eljátszotta az egyetlen esélyét, Holmes? Nem. Holnap reggel fölkeresem. Oda megy? De már nem árruhában, és a királlyal. A királlyal? És magával, Watson. Tanulja lehet az ügy lezárásának. Gondolom, ma éjjel jól fog aludni, Holmes. Az álmatlanság legjobb ellenszere a siker. Jó éjszakát, Mr. Sherlock Holmes. Tessék, Holmes. Csak ön után. Nem szeretheti. Remélem, hogy mégis. Miért? Mert ezzel megszabadítja fenségedet az aggodalmaitól. Ha szereti a férjét, már nem szereti fenségedet. Ha pedig nem szereti fenségedet, miért próbálná meggátolni fenséget házasságát? Mr. Sherlock Holmes, ha nem tévedek. Igen, az vagyok. Az asszonyom mondta, hogy eljön. Az asszonyom és a férje ma elutaztak. Európai körutat tesznek. Elhagyta Angliát? És vissza se jön többé. Elvesztem.
ide rejtette? Ez nem az. Holmes, ez egy másik fotográfia. Hallja, mit mondtam? A levelet. Nekem címezték. Kedves Mr. Sherlock Holmes, elismerem, megtévesztett. Kiválóan színészkedett, a tűzriadóig nem is fogtam gyanút, de akkor, amint rájöttem, hogy elárultam magam, eszembe jutott, hogy már régen figyelmeztettek, óvakodjam öntől. Közölték, hogy ha a király felfogad egy nyomozót, az bizonyára ön lesz. Mégis el tudta érni, hogy fölfedjem a rejtek helyet. Bár az utcai csoportosulás láttán, az ösztöneim már jelezték a veszélyt, nem tételeztem föl semmi rosszat a jámbor tiszteletesről. De, mint tudja, magam is értek a színészmesterséghez, s férfi ruhát ölteni sem újdonság számomra. Igen, én voltam az, aki a háza kapujáig követtem önt, hogy megtudjam, valóban a híres Sherlock Holmes érdeklődötte irántam. Eléggé meggondolatlanul még köszöntem is ennek. Ezután sietve felkerestem a férjemet az irodájában. Igen, titokban megházasodtam, számítva arra, hogy a király zaklatásait elkerülendő, el kell hagynom az országot. Az ön megjelenése adta meg ehhez a vészjelet. Ön túlságosan is erős ellenfél. Amikor holnap felkeresnek, már üresen találják a házamat. Ami a fotográfiát illeti, amiatt a megbízójának nem kell aggódnia. Szeretek. És viszont szeret egy férfi, aki különb nála. A király... A király visszakapja adott szavát attól, akit oly rútul és kegyetlenül becsapott. A képet eddig is önvédelemből őriztem meg, hogy legyen fegyver a kezemben, ha netán úgy döntene, hogy lépéseket tesz ellenem. És még van. Helyette itt hagyok a számára egy másik fotográfiát, hogy maradjon emléke rólam. Búcsúzom, kedves Sherlock Holmes, és maradok őszinte híve, Irene Norton, született Adler. Micsoda asszony! Micsoda királyné lehetett volna! Milyen kár, hogy nem állt az én szintemen! Amennyire megismerhettem a hölgyet, magam is állíthatom, hogy ő nem fenséget szintjén állt. Fájlalom, hogy nem tudtam eleget tenni a feladatomnak. Ellenkezőleg, barátom, teljes sikert ért el. Tudom, hogy ő megtartja a szavát. Az a fotográfia örökre eltűnt, mintha a tűzre vetette volna. Örülök, hogy fenséged így gondolja. Ön mélységes hálára kötelezett. Árulja el, hogy mivel jutalmazhatnám meg. Ez a gyűrű? Fenséged birtokában van valami, amit én többre értékelek ennél. Nevezze meg! Ez az. Irene fotográfiája? Az öné, ha kívánja. Akkor, ha megengedi, búcsút veszek fenségedtől. Ennyi volt a cseh királyság sorsát fenyegető botrány története, amelynek pikáns különlegessége volt, hogy Sherlock Holmes alul maradt egy asszony éles elméjével szemben. Azelőtt gyakran tett lekezelő megjegyzéseket a női intelligenciáról, de az eset után már nem hallottam tőle efféléket.
S a Irene Adler személyem a szóba kerül, mindig a legnagyobb tisztelettel úgy említi, a nő. Holmes szemében Irene Adler képviseli nemének minden erényét. Nem mintha bármi jelét is adta volna annak, hogy beleszeretett. Az ilyesfajta érzelmek idegenek az ő hűvös, racionális lényétől. A nők csupán szakmai szempontból érdeklik, mint az esetek kiváltó okai és megoldásai. És mégis az ő fotográfiáját megtartotta a fiókjába zárva. Mert egyetlen nő mégiscsak létezik számára. A gyönyörű Irene Adler zavarba ejtő emléke ma is kísérti. Magyar hangok. Tahitót László, Szersény Gyula, Radó Döniz, Borbé László. Fordította Seres József. Szinkronrendező Kosztola Tibor. Készítette a Videobox.